Kedves testvéreim! Egy alkalommal megadatott számomra, így karácsony után Berlinben járhattam. Akkoriban volt ott egy tezéi találkozó. És Berlinben, a város központjában van egy hatalmas dóm, jelenleg evangélikus templom. Körbejártunk, és egy furcsa, számunkra talán érdekes dolgot lehet észrevenni abban a templomban, így karácsony táján. Mégpedig a vízkereszt előtt a Betlehem nem úgy néz ki, mint nálunk. Vízkereszt előtt ugyanis a három királyok nem a kis betlehemi jászolnál vannak elhelyezve, hanem fönt vannak a kórusok, jól látható módon. És vízkereszt ünnepén a három királynak a alakját leveszik, és elhelyezik a Betlehemnél. Gyönyörű szép jelképe, úgy gondolom, a mai ünnepnek. Ugyanis távolról indultak, mindössze egy picike fénysugár, a csillag vezette őket, sőt, mi több, én talán úgy fogalmaznék, hogy nem is vezette őket, hanem ők maguk engedték, hogy ez a csillag hasson rájuk. Ez a csillag ugyanis az Isten utáni vágyakozásnak a fénye a mi szívünkben. És milyen izgalmas, hogy a mai evangélium részlet tulajdonképpen erre az ellentétre épül. Vagyis a bölcsek, akik nagyon távolról indultak, akik pogányok, akik nem is ismerték Istent, és ott van Heródes és köre, akik viszont azt hiszik, hogy nagyon közel vannak az Istenhez. Ők azok, akik ismerik az írásokat, ők azok, akik begyakorolják magukat a zsidó törvények ismeretében és gyakorlásában, és mégis rájövünk, hogy rendkívül távol vannak. Rendkívül távol vannak. Nem ismerik a lényeget, nem ismerik az utat, és nincs bennük egy személyes vágyakozás, arra vonatkozóan, hogy ténylegesen találkozzanak az Istennel. Ez mindig a találkozásnak a személyessége. A bölcsek nem ismerték ugyan az írásokat, de mégis mertek lépni. Volt bennük bátorság. Engedtek ennek a vágynak. És a csillag valahol itt a mi szívünkben is ezt a vágyakozást akarja jelképezni. Ez az ellentét pár a mi hitünkről is nagyon sok mindent elárul. A mai ünnep talán így is megfogalmazható, hogy a hitnek, mint egy útnak, mint egy keresésnek az ünnepe. Mert nem feltétlenül kell nekünk sem mindig közel lenni a betlehemi jászolhoz. Nem kell feltétlenül mindig úgy tapasztalnunk és úgy éreznünk, hogy az Isten valahol a közelünkben van, hogy mindig sikerül az imádság, hogy a szentmisében is mindig, minden esetben ott tudunk lenni, figyelni tudunk, sosem kalandozunk el, stb. Mi magunk is nagyon sokszor távol vagyunk. Mi magunk is nagyon sokszor távolról indulunk, amikor nem érezzük az Istennek a jelenlétét. Ez a hitnek a harca. Úgy is mondhatom, egyszerre vagyunk valamiképpen bölcsek, akik talán istentelenek, vagy pogányok, vagy megvívják belül a maguk harcát, és egyszerre vagyunk olyan hívők, akik talán ismerjük is a Szentírás, de sokszor ellanyhulunk, mint Heródes köre. Az a vágy azonban, ami mindannyiunknak a szívében jelen van, az Istenhez visz. Maradjunk meg tehát ebben a vágyakozásban. Maradjunk meg kitartóan és rendszeresen ezen az úton. Ez a kitartás, ez a rendszeresség, ami talán jellemző volt a bölcsekre, úgy gondolom ma oly nagyon hiányzik. Nem csak kereszténységünkben, a hitben vagy vallásosságunk terén, hanem sok minden másban is. Bátorítson bennünket, hogy nem vagyunk egyedül. Bátorítson bennünket is, hogy van egy picinke kis közösség, egy maroknyi nyáj, akivel együtt haladunk. Mint ahogy ők is hárman voltak, legalábbis háromféle ajándékot vittek,
és ebből következtetünk, hogy talán hárman lehettek. Minden esetre a közösségben megtett út, az együtt haladás, az segít bennünket is, hogy megtartson itt belül minket is ez a vágy. A csillag pedig vezet minket, néha talán elhalványul a fénye, de mindig ott van, mindig világít, csak egy feladatunk van, hogy a figyelmünket ráirányítsuk. És olyan szép az egyik karácsonyi ének, annak a második, harmadik verszaka, ami tulajdonképpen ugyanezt fogalmazza meg. És számomra is mindig nagyon kedves, amikor ezt énekeljük. Érdemes újra és újra odahaza is belegondolni ebbe, átelmélkedni ennek a szövegét. Lényegében a mai ünnepnek a titkáról szól, a hit harcáról, a hit titkáról, a hit útjáról. Betlehemi csillagodat ragyogtasd nekem, ki e sötét lelki éjben jászlat keresem. Add hitemnek fényedet, akkor biztosan megyek, s meg nem állok, míg a trónod el nem érem én.